Satisfied, nem viccel, persze, hogy hogy jön. Összefog egy egész tányit, és egybe vágja. De ami nagyon fontos, na nézzük, itt egy jobb technika, mint a másik. Régen mellékszereplő volt a zsír kiolvasztásakor a töpörtyű, és sokkal nagyobb becsben tartották a kolbászt, a hurkát, a májkrémet, a disznósajtot, vagy éppen a sonkát. Napjainkban azonban felértékelődött ennek az egyszerű ételnek, a töpörtyűnek a jelentősége. Sokakban ébreszt kellemes, nosztalgikus érzést a kenyérrel, lillahagymával, esetleg savanyú káposztával és finom pálinkával elfogyasztott étek, a töpörtyű. A Hagyományok téli fesztiválját idén is nagy érdeklődés övezte. A rendezvény két párhuzamosan zajló eseményét, a helyi termékek kiállítását és a töpörtyű sütő versenyt Palicson a kisvendéglőhöz közeli parkolóban rendezték meg. Az utóbbira 17 lelkes csapat nevezett be a környékbeli településekről. Köszönjük szépen! Miután kiosztották a csapatoknak a 10-10 kg nyers zsírszalonnát, elkezdődhetett a töpörtyű sütő verseny első fordulója, a nyersanyag felszeletelése. A zsírszalonnát egyenletes nagyságra kellett felkockázniuk a csapatoknak meghatározott idő alatt. A három tagú zsűri a töpörtyű sütés ezen fázisát is osztályozta. Majd a felkockázott, bőrtelenített zsírszalonna az üstbe került, és elkezdődhetett a töpörtyű sütés. Hajdújárásról, Ludasról, Királyhalomról, Martonosról, Velebitről, valamint Szabadka szinte minden helyi közösségéből érkeztek a megmérettetésre. Még a magyarországi ásott halomról is eljöttek. A házigazda csapat legtapasztaltabbja mesélte el a töpörtyű sütésének fortéját. Hogyan készül a legfinomabb tepertő? A legfinomabb? Hát mondjuk általában tűzön sütve, az nagyon fontos, nem légetve, aztán a keverőn múlik. Milyen nagyságúra kell szeletelni a zsírszalonnát? Én 3-4 centire szoktam számolni, attól függ, hogy milyen vastag a szalonna. És ebbe az üstbe mennyi fér bele? Ebbe per pillanat 30 kiló van benne szalonna. Amikor alágyújtottak, tettek-e hozzá zsírt, esetleg vizet? Zsírt is, meg vizet is. És mennyi kell egy ekkora mennyiséghez? 3 kanál zsírt, tettem fakanál zsírt, és egy olyan 2-3 deci vizet. Ennyi. És 10 kiló zsírszalonna van benne? 30 kiló szalonna van benne. Hűha! Vettünk hozzá még, hogy több legyen. Mindenkinek jusson belőle, és akkor így minden, azért jöttünk ki, hogy hát legyen egy kis friss, finom reggelünk, meg vacsoránk. A töpörtyű sütőmesterek kitartó kevergetése mellett több tucat bográsban rotyogott a zsírszalonna. Mindenki arra törekedett, hogy ne égjen le. A ludasiak előző években már több ízben jeleskedtek a megmérettetésen. Vén József a ludasi csapat legfinomabb töpörtyűjének elkészítési titkaiba avatta be stábunkat. Főszeleteljük a zsírszalonnát, ugye egy bizonyos nagyságra, ki így, ki úgy, és valamennyire lassabb tűzön még zsírt enged, de viszont teszünk alá zsírt is, és egy kis vizet is, és miután ez kipárolok, stb. Addigra ő zsírt is enged, és mikor már engedett zsírt, akkor csak annyira vigyázzunk, hogy ne túl süssük át az egészet, tehát ne égessük meg a töpörtőt. Mit üzen azoknak, akik nem szeretik a tepertőt? Tepertőt? Hát ajánlani szeretném, hogy hát az jó. És egészséges is lényegében, főleg ha mangalica zsírból van. Tehát ezért lényeges, hogy milyen disznóból készül a tepertő? Hát lényeges valószínű az is, mert hát most, hogy ez divat-e, nem divat-e, mangalicát ajánlják. A legfinomabb? Hát a jó sikerű töpörtyű az a legfinomabb. Varvai András ezúttal nem kóstolt, hanem főzött. Káposztás birkát készített, amelyet 150 kg birkából főzött, és hagyományosan csak sóval, borssal, fokhagymával és piros paprikával ízesített. A mesterszakács főztjére kígyózó sorban várakoztak.
adjon a töpőtű mintát, meg a zsír mintát. Titennek hagyománya van, mondjuk Bácsőlőstől egész Szabadkáig. Itt a birkákat régen a pörköltet és káposztás birkának mondták, és úgy készítik. Csak mink egy kicsikét modernosítottuk, újra gondoltuk, mint ahogy szokták mondani az egészet, és nem, mert a régi recept szerint négybe vágunk egy fej káposztát, és beletesszük. De mondjuk ebben nagy mennyiségben nem tudunk félbe, hanem így kicsit vastagabbra elszálltuk, és akkor újra gondolva, és aki nem szereti, az is még tud jönni, mert nem lássa. Mészáros Béla zsűritagként minősítéskor nem volt engedékeny. Engesztelhetetlenül megkövetelte a töpörtyű miensségét szabályozó előírásokat. Mi alapján minősítik a tepertőket? Hát több szempontot figyelembe kell venni. Először is ugye az, hogy vannak a tepertők, vagyis a szalonna először is fölkockázva, az is egy fontos dolog, hogy egyenletesek le van-e bőrözve, utána nézzük azt, hogy mennyire van kisűve. Hogyha belülről még szalonnás, ugye az tudva levő, hogy az akkor nincsen teljesen kisülve. A rendes töpörtyű az ugye omlós, és az emlék a szájába szétomlik. Viszont ugyanúgy nézzük a zsírt is, a zsíron is meglátszik, hogy van-e elegendő ideig sütve, le van-e esetleg tovább van hagyva, akkor más a színe neki, ha nagyon fehér, világos, ugye, akkor azt jelenti, hogy még sűhetett volna a tepertő is, meg a zsír is. Úgyhogy ezek a fontos tényezők a töpertőn és a zsírnál. Hosszas kevergetés után elkészült sok üstben a finom disznótoros fogás. Majd a töpörtyű, illetve a zsírminták lassan sorakozni kezdtek a zsűri asztalán. A háromtagú zsűrinek 17 csapat mintáiból kellett kiválasztani a legjobbat. A töpörtyűt, a tepertőt, vagyis a pörcögőt a zsűri először kinézetre vizsgálta meg. Az az első külleme, hogy néz ki, utána pedig ketté vágjuk a tepertőt, és akkor kimutatódik belülről, hogy mennyire van kisütve, hogy szalonnás-e, hogyha szalonnás, ugye akkor az nincs kisülve, utána pedig ízleljük is, beveszük a szánkba, és akkor, mikor az ugye embernek a szájában, hogy majd hogy nem szétomlik, málik az azt jelenti, hogy teljesen át van süve, nem keserű, gondolom, megvan neki egy kellemes, gondolom, ízvilága, ezt jelenti azt, hogy az egy tökéletes tepertő. Hogyan tudhatja a készítője, hogy a tepertő a végéhez, tehát hogy elkészült? Akik ebben foglalkoznak, azok tudják, mikor sütik a tepertőt abban bizonyos edénybe, megvan az, hogy a tepertő, mikor már oda, hogy el akar készülni, akkor már kopogni kell neki, hogy kavarja az edénybe, odaütődik a bográsnak az oldalához, az azt jelenti, hogy úgy kong, hogy annak most már nincs benne szalonna, nem nehéz, hanem, és akkor gyorsan ki kell szedni, mert ha benne hagyja a zsírba, akkor az még, ugye gyorsan forró zsír, az még süti. Úgyhogy igyekezni kell kiszedni. Ezek szerint a kész töpörtyű a zsír tetejére kerül, felúszik. Én van, úszik, de mondom, gyorsan le kell szedni, hogy ne égesse még tovább, mert a zsírra tudjuk, hogy milyen sokáig bizonyos magas hőfokon még működik. Egyesek tejet is öntenek hozzá, igen, ez jó? Az azért van, hogy lehet esetleg a tejjel színezni, vagy ha bőrrel csinálják, akkor vízzel vagy tejjel megcsapkodják, akkor a bőre szépen kipattog neki, és akkor, mikor eszük a fiatal, nem öreg a jószág, akkor a töpörtét is olyan kellemesen tudjuk ropogtatni. Több első díjat osztott a zsűri, azonban a legjobbat a martonosiak sütötték ki. Ők nyerték meg a verseny főnyereményét is, a 10 napos üdülési utalványt és a serleget is. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, sokan csak azért érkeztek Palicsra, hogy finom és friss töpörtyűt vásárolhassanak. Általában minden évben eljövünk, sok finomságban itten készítenek, és nagyon jó a társaság is, minden. Az idő is most különösen nagyon jó, és ezért is kijöttünk a férjemmel. Látom, már be is vásároltam. Én még nem egészen, csak ezt már nagyon sokan voltak, és a töpört ez nagyon kapos, és most frissen szeressük, amikor is a tetejéből, utána majd még később még vásárolunk, meg még ugye ebédelünk is, és akkor nagyon szép a társaság, sok ismerősökkel itt összetalálkozunk, úgyhogy ez nagyon jó, hogy van ez a rendezvény. Elégedett az árakkal is? Maximálisan, meg friss, tehát az is már az árak, hát mondjuk az egy picit úgy, de az elfogadható, mivel hogy friss árut, és nagyon jó a kiszolgálás is, kedvesek,
Nagyon jó. És helyi termelőtől tud vásárolni. Igen, igen, a másik meg még az, hogy igen, helyi termelők. És azért más az, amit úgy a zólagban, még a hagyományos, az főleg más az íze neki mindennek. És nem csak az idősebbek szeretik a töpörtyűt, a fiatalok is szívesen fogyasztják. Szereted a tepertyűt? Igen, nagyon szeretem. Mivel fogyasztod? Fehér kenyérrel és vörös hagymával. Aval a legjobb? Igen. És mit iszol hozzá? Forralt bort. Nem csak a finom ételeknek és italoknak köszönhetően volt jó hangulat a Palicsi Hagyományok téli fesztiválján. A jó kedélyről Lajkó Anett és Zvekán Péter, a Pannoner TV rádiós műsorvezetői gondoskodtak. Az esemény kiemelt vendégei pedig a Szabadkai Vakok és Gyengénlátók Egyesületének képviselői voltak. Nagyon jó volt a szervezés, nagyon jó éreztük magunkat. Örülünk, hogy ilyen csoportos összegyövetelbe is részt tudtunk venni. Megmutattuk mi is, hogy mi is ugyanilyen teljes életet tudunk élni, már amennyire tudunk, és nagyon örülünk, hogy tényleg ilyen jó helyezést kaptunk. A hanyadikak lettek? Elsők lettünk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk tényleg. Mutassa be az ebet! A Natasa a vakvezető kutyám, ő egy speciálisan kiképzett kutyus vakok részére, aki a nap egy 24 órájában tud segíteni, úgy a közlekedésbe, az otthoni dolgokba, mindenbe. Tehát egy nagyon jó segítő lehet így fogalmazni. Tehát valójában a szemem. A töpörtyű mellett más disznótoros finomságokat is vásárolhattak a kilátogatók. Hurkát, kolbászt, májkrémet vagy éppen disznósajtot. Már nem csak disznótoros ingyenségek, hanem a helyi gazdálkodók más hagyományos, házias ételei és kézműves terméke is kaphatók voltak. Mit vásároltak most? Hát a hagyományos kolbász, hurka és varslit vagy vásároltunk. Rendszeresen kijárnak? Igen. Ezzel az eseményre? Igen, minden évben szeressük a hagyományos ízeket, és valahogy a gyerekkorunk emléke jön vissza. Az esemény részeként rekordszámú kiállító kínálta kézműves termékeit a helyi termékek kiállításán, amelyet egy 220 négyzetméteres fűtött sátorban alakítottak ki. Mindig igyekszünk, hogy teret biztosítsunk a kezdőknek, mert egyébként is az az elve a rendezvénynek, hogy adjunk esélyt ahhoz, hogy a kézművesek találkozni tudjanak a potenciális vevőkkel, mivel ugye ők vagy kényszerből, vagy hobbiból kezdik csinálni a kézműveskedést, és fontos szempont az, hogy a hagyományainkat is megőrizzék, mert ugye látjuk már, hogy egyre kevesebb helyen lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez, és még kevesebben tudják művelni. 50 kisvállalkozó kínálta termékét a fesztiválon, többek között a palicsi Bátori Hermina is, akinek asztalánál a karácsonyi ünnepi asztal nélkülözhetetlen kellékeit lehetett megvásárolni, mákot, almát, diót, tököt és búzát. De vajon hogy készül a búzasűn? Egy napig ázon vízbe, aztán mikor kitették az emberek egy tányérra, ott melegen ki kell csíráztatni, és miután kinyomta a csíra a harisnyát, utána szabad csak a tányérral az ablakpárkányra tenni, hogy fény érje. Addig nem szabad, mert különben a harisnya alatt ki fog indulni a zöld növény, és nem nyomja át akkor már a harisnyát. Akár olajrepce, akác, hárs, mezei virág, vagy éppen napraforgó virágok mézét választjuk a karácsonyi ünnepi asztalunkra, nem tévedhetünk, ugyanis mindegyik virágméz nagyon egészséges. Van érdeklődés, most ugye persze most van a méznek az időszaka, most december, ugye december, január, és van forgalmunk. Hol szoktak kiállítani a termékeit?
Szabadkán a tejpiacon árujuk van, a piaci asztalunk, ott a árujuk, meg a palicsi piacon itten. A karácsonyi díszek mellett lakodalmi kitűzőket és más alkalmi díszeket készít a szabadkai Szabó Jelen a kézműves. Keresett a portékát? Igen, keresett. Hát most van, ahol jobb, van, ahol rosszabb, attól függ, hogy mi. Van, ahol mondanak, van, amikor nem adok el semmit se, de van, amikor még nagyon szépen árulok. És a vásárlói visszajárnak? Igen, önhöz? Igen, visszajárnak. Vannak nagyon sok. Hát ezt már évekig csinálom, úgyhogy sokan jönnek vissza. Szabadka város, Betlen Gábor. Szabadka önkormányzata kezdetektől támogatja a Hagyományok téli fesztiváljának megszervezését. Azokat az emlékeket idézi fel bennem, amelyek valamikor a gyerekkoromban történtek nagyon régen, mert ugye a disznóvágás, azon belül a töpörtű sütés, az mindig egy ünnep volt, és az mindig egy társadalmi, hogy úgy mondjam, életet tükrözött. Gyakorlatilag az történt, hogy a szomszédság, barátok, ismerősök mind összejöttek, és akkor falatoztunk, dolgoztunk. A töpörtyű sütés hagyományának megőrzését tűzte ki célul a palicsi töpörtyű sütőverseny, míg a helyi termékek kiállításának mottója a feltörekvő kisvállalkozók megsegítése, termékeiknek bemutatása és a vásárlóikkal való kapcsolatteremtés. Többek között gölöncsérek, asztali, illetve fali díszek készítői, méhészek, házi kencék gyártói, különböző ruhadarabok és pálinka készítők is kínálták portékájukat a disznótoros ételek mellett. Aki lemaradt az idei rendezvényről, jövőre, ha minden igaz, még nagyobb kínálattal várják majd a szervezők az érdeklődőket.